Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit templomunkban. Nagy megtiszteltetés a felkérés is, és hogy ilyen nagy számban eljöttetek. Kezdjük a mai beszédet is a Tiszta Univerzum mantrájával: Úm, nám. Hétszer. Oh. mai nap két fontos tárgykörről fogunk beszélni. Az egyik, hogy mik vagyunk mi emberek, hogyan láthatjuk magunkat, és hogyan segíthetjük egymás útját. Ehhez a csak tudat és karma ábráját fogom felhasználni. Hogyha megnézitek, ez a test és tudat nyolcrétű tagolása. A fizikai érzékszervekkel kezdjük, szem, fül, orr, nyelv és test, mint tapintás. A hatodik az a fogalomalkotó tudat, amely az agyhoz kötődik. A hetedik a megkülönböztető tudat. A nyolcadik a tárház, az emlékező tudat. Amit hetes, nyolcasként láttok külön keretben, azt együtt a tan szerint léleknek hívjuk. Amikor megszületünk, akkor a lélek és a test közötti kötés erre az életre véglegessé válik. Ezt hívjuk érzékszerfesz kötött lénynek, dzsívának, szanszkitó. Amikor az életedet éled, akkor a lélek a testben van, de nem mindig a testben van. Ahhoz, hogy élj, ahhoz a testben kell lenned, ezért az élet nem képzelhető el test, illetve testesülés nélkül. Ahhoz, hogy láss, szem kell. Ahhoz, hogy haj, fül kell. Ahhoz, hogy gondolkodj, fej kell. Ahhoz, hogy érezhess, szív kell. És enélkül nem tudnánk korábbi inkarnációink karmáit sem kinyilvánítani, sem megváltoztatni. Ebből Érthető és érezhető is az a szomj, az a létvágy, amely minket az újabb és újabb testesülésekbe belevisz. Tudnunk kell, hogy a létesülés sem jó, sem rossz. Ezt vállaltuk, ezt kaptuk. A születéskor viszont van egy olyasféle választóvonal, amit én identitás küszöbnek szoktam nevezni mely által nem emlékszünk előző inkarnációinkra. Erre több okból szükség van. Az egyik, hogyha többféle identitásunk lenne, egyszerre az elmében megőrülnénk. Hogyha a karmánk nem fokozatosan több év alatt tenne minket éretté, nem bírnánk azt a sűrűséget, azt a manifestációt, amely saját archetipikus valóságunk megjelenése. Ez, amit látsz, a test és tudat nyolcrétű tagolása, egy rendkívül törékeny egység. Az élet sebezhető. Nagyon könnyen tudunk sérülni és sérteni. Nagyon drága az, amit harmóniának, boldogságnak keresünk. Nagyon értékes, amit szeretett kapcsolatnak tudunk. És annak ellenére, hogy többségünk ezt szeretné, nagyon sok hibát vétünk, anélkül, hogy ennek a nyolc szintnek a működését megértenénk, nem lehet érdemben javítani a problémákon. Ahogy az előbb a fizikai résszel kezdtem, a második részt a mentális résszel folytatom. A nyolcadik az a tárház tudatod. A tárház tudatodban van minden emléked. Ha egy számítógéphez hasonlítanám, ez a merevlemez lenne, itt van minden tudatos és tudattalan emléked, és a hetes, a megkülönböztető tudatosság látja el polaritással. A megkülönböztető tudatosság nélkül nem tudnánk különbséget tenni a tiszta és a szennyezett, az egészséges és a mérgező között. Viszont, hogyha a megkülönböztető tudatosságod túlvezérlődik, akkor ítéletalkotásba megy át, és a nézeteinket abszolút nézetnek fogjuk fel. Ebbe a hibába az emberiség nagyon régen beleesett, és még mindig nem jött ki belőle. A hatos, a fogalomalkotó tudat, itt keletkezik az, hogy a zenbot, mint fogalom, ehhez a tárgyhoz kapcsolódik. De ez a tárgy nem mondja, hogy zenbot. Mi mondjuk. Az ég sem mondja, hogy kék. Mi mondjuk. Egy ember nem jó vagy rossz, mi mondjuk. És hogyha nem veszük észre a hatos, hetes és nyolcas tudatszint valóságteremtő funkcióját, akkor azt sem veszük észre, ami illúzió. Az illúzió teremtését sem veszük észre, és ekkor ennek mértékében szenvedünk és szenvedtetünk. A nyolcadik a tárház tudatban van minden identitásod, az összes előző életed, az összes azonosulásod, amely érzékszervi tartalmakból keletkezett, 1, 2, 3, 4, 5, a fogalom által elnyerte a név és forma náma rúpa létét, a hetedik által polarizálódott, számodra jó vagy rossz lett, és ezáltal beleragadt az azonosulás tudatodba, és így elraktározódott a nyolcadik tárás tudatodban. Itt vannak az arhetipusaid, itt vannak a démonaid, az angyalaid, minden. És a meditáció azt jelenti, hogy kikapcsolod a hatos és hetes tudatszint tudatos működését, nem támaszkodsz a nyolcasban lévő emlékekre, hanem azt a tükörszerű, -szerű, ebben a pillanatban tisztán jelenlévő önvalót használod, amely látja mindezt, de nem azonos egyikkel sem. Itt lehetséges az a megtisztulás, amely az egyévállással tudja a csúcsát elérni, ezáltal ébredhetünk fel, és segíthetünk másokon. Annak a függvényében, hogy te eddigi életeiden keresztül mit pakoltál a nyolcas tárháztudatodba, és milyen szokásokat sajátítottál el a hetes megkülönböztető tudatosság által, a testből való kilépés után egy újabb életet, egy újabb inkarnációt fogsz keresni. Nagyon nehéz ezt a berendezést szétszedni, és ha szétszedted rájössz, hogy össze is kell rakni. Ha összeraktad, akkor már tudod, hogy nem magad értélsz. Amíg csak szétszette, addig csak problémád volt, traumád volt. De amikor újra összerakod tisztán önzetlenül, akkor látod azt, hogy ezt az életet nem csak magadért éled, hanem más emberért, más emberekért is. És innentől kezdve a tudat tartalmad nem pusztán karma lesz, hanem eszköz lesz. Nem pusztán sorsod lesz, hanem utad lesz. Úgyhogy nézd meg, hogy az első öttel mit csinálsz. Tisztán látsz? Tisztán hallasz? Tisztán gondolkodsz a hatossal? És ha igen, akkor a hetes, nyolcasban lévő adathalmaz az valósághű lesz. Ha nem, akkor a hetesben keletkező önképed az nagyon messze áll a valóságtól. És minél messzebb van önképed önvalótól, annál nagyobb a szenvedésed és a szenvedtetésed. Ha megnézed saját életed, a legnagyobb tévedéseid, a legsúlyosabb téves nézeteid nyomán keletkezett a legtöbb harag és a legnagyobb kapzsiság. Amikor a hetes, nyolcas, mint lélek kilép a testből, négyféle újraszületés által, hatféle keletkezést foglalhat el. És itt, ahogy meglátod, csak a középső kettőnek van fizikai teste, embernek és állatnak. Emberi karmát halmozol föl a lélekben, emberként születsz újra. Állati karmát halmozol föl a lélekben, állatként születsz újra. Nincs beépített biztosíték és gát. Az igaz, hogy nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy a karmádon úgy változtass, hogy egyik létből a másik létszférába át tudj lépni. Ez így van. De beépített gát nincs. Miért? Mert a karmának nincs ön természete. Amilyenné teszed magad, olyan leszel. És a hatféle keletkezés, az mind szamszárikus. Nézd meg az ember fölött itt a félistenit és az istenit, ott nincs fizikai test, csak energiatest és mentáltest, de ott is van keletkezés és elmúlás. Az ember, illetve állat alatti, a démon és a pokolbéli, az a szenvedésnek egy megnövekedett, néha végtelennek tűnő birodalma, ott sincs fizikai test, csak egy nagyon-nagyon más energiatest és mentáltest, egy öröklétnek tűnő szenvedésben. Na jó hír az, hogy mindezen állapotok múlandóak. A hat keletkezett világ rövidebb vagy hosszabb sugarú körben ismétli egymást. Ahhoz, hogy ezt meghalad, nagyon sok energiára és nagyon tiszta tudatosságra van szükség. Az energiádat a dualisztikus gondolataid és érzelmeid használják fel a legjobban. A meditáció állapota azt jelenti, hogy ezektől a dualitásoktól tartózkodsz és eléred az egyévválás állapotát. Az egyévállás állapotában az energiád növekszik, és elérheti sok-sok gyakorlással azt a fokot, amikor már nem kényszer az élet és halál körforgása. Ennek a küszöbnek a meghaladását szoktam az élet és halál kényszerétől való megszabadulásnak nevezni. Ehhez négy attribútum kell, amit a klasszikus mahaján a négy főső világnak nevez. Srávakák, a hallgatók, a buthák, az önerőből megvilágosodottak, a bóthiszatvák, akik visszatérnek, és a világban megmutatott világos tudatukkal segítenek minden érzékszerfeszkötött kötött lényt, illetve a buthák, a visszanemtérő teljesen megvilágosodottak. Ez az, amit a Mahajánában úgy olvashatsz, hogy a tíz irány. Ebből négy a születés és halál kényszer küszöbe fölött van, hat pedig alatta. Mit vállaltál az életedben? Mennyi kényszer van az életedben? Ezeknek az arányától nagyon sok függ. És ahhoz, hogy ezt a gyakorlatot elvégezhesd, ez el szükség van valamilyen útra, ennek az útnak a szimbolikus fázisai a túloldalon a zen kör ábráján láthatók. És az alján ott van a nulla fok. És a nulla foknak van egy olyan magyarázata, amit alul olvasol, a hibák alatt. Ezeket a hibákat szinte mindannyian elkövetjük, egészen addig, amíg nem mondunk le róluk igen, a hibákról is le kell mondani, néha nagyon jó hibázni, mert akkor valaki kiavít minket. Néha nagyon jó érzés bűnösnek lenni, mert valaki feloldoz téged. Amíg ebben vagy, addig a játék nem szűnik meg, és nem válsz igazán komolyá. És hogyha meglátod, hogy a nulla fok az nem kérdez, csak panaszkodik, nem tesz, csak elvár, nem minősít, hanem ítél, akkor tudod, hogy te mikor voltál ott? Tudod, hogy mikor gondoltad azt, hogy te jobb vagy az összes többi embernél? És amikor elkezdtél végre kérdezni, mert valaki vagy valami fölnyitott, akkor indultál el az első fokon, az egy, kettő, három az ismeret, önismeret, más ismeret fokán. A tudásra szükség van, de ahogy a Buddha mondta, olyan, mint a tutaj, átevezel vele a túlsó partra, és ott hagyod a túlparton, és mész tovább a föld belseje felé. Nagyon sokat olvasunk, különösen a világnak ezen a táján, ahol a múltunk, az identitásunk, a családi, csoportos és egyéb karmánk mindig is kérdőjeles volt. A világnak ezen a táján nagyon sokszor írták újra a társadalmat, hogy ki a jó ember és ki a rossz ember, ki lesz sikeres, és kinek lesz kudarcra ítélve az élete? És ezért nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy megismerjük magunkat, átgondoljuk magunkat, átgondoljuk egymást, hogy ki kicsoda az életemben. De egy idő után rájössz, hogy mindez csak gondolat, de nem cselekedet. Mindez csak tudás, de nem tapasztalat. A 90 foknál rájössz, hogy Akármennyit olvastál, még semmit sem tapasztaltál. Akármennyit gondolkodtál, érdemben még nem tettél semmit. És amennyire szükség van erre a tapasztalásra, olyannyira hiba és tragikus, hogyha valakik a könyvtárban ragadnak és könyvek közt halnak meg. Nagyköltőnk azt mondta, hogy ugye ágyban és párnák közt tragikus meghalni. Lehet. De könyvek közt meghalni, és a gondolatokat összetéveszteni a tapasztalattal, az egy tragikus élet. És ekkor, amikor rájössz, hogy, ahogy a kínai mondás mondja, ha elolvasol egy könyvet, tízezer lépést kell tenned, akkor kiújts a 91. fokra. És akkor már tapasztalsz, cselekvésre váltod a tudást. Ekkor a szavak elkezdik a tapasztalat által elnyerni igazi értelmüket. És az enben, illetve a meghaladó ösvények mindegyikében a 180. fok a teljes egyévállás, a teljes éntelenedés állapota, és minden tudás ezt szolgálja, minden hang a csendet szolgálja, minden mozdulat a mozdulatlanságot szolgálja, minden egyes cselekvés a nem cselekvésbe visszatér. Az énség felismeri önön -ön relativitását, mulandóságát és tökéletlenségét és függőségét, és visszatér az énség elé. A tudat visszatér a gondolkodás elé. És az egyévállás tapasztalatában nincs semmi más, csak ez. Amikor ezt a hangot hallod, a tudatod mentes minden duális gondolkodástól. Ha ezt az állapotot kitartod, akkor a tartósan tiszta tér és tiszta tükör tudatállapotában leszel. Ekkor tapasztalod azt, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Ekkor tapasztalod az ilyenséget, hogy a gondolkodás nélküli a buddha. Ekkor válsz képessé a karmád átalakítására előtte nem. A legnagyobb felébredés tapasztalata sem alakítja át a karmádat rögtön. Ahogy a felébredés hirtelen, úgy a változás fokozatos. Felismerni, karmánk teremtett voltát és relativitását, emberi kötelességünk. További emberi kötelességünk változni, azért, hogy egymással harmóniában tudjunk élni hogy egymást tudjuk segíteni, és ez a 270 foknál válik teljessé. Itt az átalakulás és megújulás minőségei vannak, és hogyha ezeket éled és tapasztalod, ekkor tudsz igazából segíteni másokon, ekkor tudsz átalakítani, és ez az átalakítás is kétpólusú, közted és a környezet között zajlik. Gyógyító és paciens között zajlik. Amilyen énség foka van egyiknek és másiknak, pontosan olyan sikeres vagy tartós lesz a gyógyulás folyamata. A 270 foknál, ha valaki nagyon-nagyon keményen gyakorolja ezt, akkor akár természet fölötti képességekre is szertehet. És hogyha ezekhez ragaszkodik, ha ezekből csinál énséget, akkor újra aláhullik ezt úgy hívjuk, hogy a magányos mágusok börtöne. Ide a nagyon sokat tudó be tudja zárni magát. Azért kell vigyázni a bóthiszatva útra, és a bóthiszatva fogadalmakat, mint Mahajána vagy zengyakorlók eszünkbe idézni, mert ez az, amely a kör öt fokán egyaránt éntelenít, megszabadít az önzés kényszerű mozdulatától, és amikor már másokért alakulsz át, amikor segítesz másoknak átalakulni, akkor mész 360 fok felé. És a 360 fokon az élet elnyeri természetes ilyenségét. Az ok és okozat törvénye a helyére került, és benne te is a helyedre kerültél. Visszanézve látod, hogy a kört nem lineárisan járjuk. Maradtak vakfoltok, maradt még tudatlanság, maradt még valami énség maradt még valami átalakítatlan karma, és akkor kötelességérzettől, együttérzéstől áthatva újra elindulsz, és újra bejárod a körnek azokat a fokait, amelyek még számodra sötétek, feldolgozatlanok. Aztán eljön az a pillanat, amikor kézen fogsz valakit, aki veled akar jönni, és akkor együtt járjátok a kört. Óriási felelősség magadban nézni és feltenni kérdéseket soha többet nem leszel már olyan, mint előtte. Mindegyik foknak megvan a maga jelentősége, még a nulladiknak is. Ne így, hogy a nulladik az olyan rossz. Abból indul ki az összes. Ne azt, hogy az életben van eleve elrendelt jó vagy rossz tapasztalás. Nem, csak ismételt karma van. A személyiségünknek jó, hogyha az 5% a tudatos, és az is milyen. Az az 5% milyen. Néha az ember azt gondolja, hogy az a 90-95 jól van ott a saját helyén, nem kéne abból fölhozni semmit, se a tudat küszöbb fölé. De mégis jön. Azért, mert az első öt szint, a látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés, ez ingerli, stimulálja a karmádat, a lélektartalmadat. És azok a predispozíciók, azok a korábban felépített reakciótípusok életbe lépnek, mert látsz valamit, és azt mondod, ezt már láttam. És az emléked azt mondja, déjà vu. Látsz valakit, és azt mondod, hogy első látásra szeretem. Meglátsz más valakit, és azt mondod, hogy még az ellenségesen jöjjön közel, nem hogy ő. Ez a tudattalanodban elraktározott karma függvénye. Amikor meditálsz, akkor nincs se szándékos regresszió, Se szándékos progresszió. Nem mész előre se a jövőbe, és nem mész vissza a múltba sem. Ezt a pillanatot igyekszel tisztán tartani, mert ahogy a gyémánc útra mondja, a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Ennek a logikai következménye az, és tapasztalatból is tudhatjuk, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Nem kell kimozdulnod ebből a pillanatból. A múltad, a jelened és a jövőd hozzád jön. Csak a teremtést kell látnod és szabályoznod, aminek energiát adsz és amiben hiszel, az lesz a karmád. Amiből kiveszed az energiát, amit már nem hiszel, azzal megszűnik az azonosulásod és megszűnik a karmádnak lenni. Ezért a másik emberre átvitt energia, és hitrendszer rendkívül nagy felelősséggel ruház fel mindenkit. Addig tudod ezt elvinni, amíg az illető egoitása, tehát önvédelmi elhárító mechanizmusai be nem kapcsolnak. És ezt akkor is tiszteletben kell tartani, hogyha megszakad a szíved. Hogyha legszívesebben átvinnéd a másik ember falán azt, amiről te tudod, hogy jó, de a te orvosságod az önvédelemben élő, tagadásban élő embert meg fogja mérgezni. Mire odaér, már az lesz. Ezért óriási felelősség, hogy te mit teszel a saját energiádba. Milyen karma, milyen énség van a kezedben. Mi jön ki belőled. Ugyanis ez vissza fog térni hozzád. A karma nem lineáris, hanem körpályán mozog. Néha akkor a körpályán, hogy nem is veszed észre a sugarát, Eldobsz egy bumerángot, és körbe megy a Pilis hegységen, és két óra múlva visszajön. Erre még emlékszel. Eldobsz egy bumerángot, és körbe megy a földön. Arra már nem biztos, hogy emlékszel, mert egy hét, amíg visszaér. Eldobsz egy bumerángot, és a következő életedben szembe csap. Azt már nem tudod, hogy te voltál. Pedig ha hozzád ért vissza, akkor az tőled indult ki. A tudattalan és a tudatos közötti küszöböt azt a hetedik tudatrész szabályozza. Ott van az önkép, ott van az, amit te tudatos énnek mondasz, és amit te nem annak mondasz, de megkötötted az azonosulásoddal, az lesz a tudattalan. Vannak iskolák, ahol a tudattalamba vájkálnak, és mindent föl szeretnének onnan hozni. Ez olyan túltöltöttséggel jár, hogy az elme előbb-utóbb lenné tud válni akik mindent elfolytanak, és a személyiség abszolút mi voltát szeretnék tanítani, azok úgy járnak, hogy a tudattalamban annyi elfojtás halmozódik föl, hogy egy idő után robban. A tengert nem lehet sem elpárologtatni, sem lebetonozni. Erre emlékezz, amikor a saját tartalmaid megjelennek előtted. Egy házon semmi baj, hogyha van fal, és van fölötte tető. Az viszont baj lenne, hogyha nem lenne rajta ajtó és ablak. Hogyha az intuíciód be tud állni egy természetes működésre, akkor a tudattalanodból pont az jelenik meg, amelyre ebben a pillanatban szükség van, és pont az tűnik el, megy vissza a felejtésbe, amire nincs szükséged. Valójában nem felejtetted el, csak tudattalanná vált. Hogyha jobban megnézzük és kiterjesztjük a tudattalant a csoportkarmánkra, akkor eljutsz odáig, hogy ez az egész Föld, sőt az egész univerzumod a tudattalanod. És innentől kezdve érezheted magad úgy, mint egy csepp a hullámtaré tetején. Csak ne feledkezz el a hullámról, mint görbületről, és a tengerről, mint egy nagyon mély realitásról. Nagyon sokan ott húzzuk meg az énség küszöbét, hogy a hullámok taréját látjuk, csak az ént látjuk, a családunk az egy olyan hullám, akiket úgy körülöttünk ilyen kis hozzánk kötődő vízcseppecskéknek látunk, néha nem szeretjük őket, néha szeretjük őket, néha tűnjenek el a hullámtaré alá, legyenek szívesek, néha jöjjenek egy picit közelebb. De ne feledkezzünk el arról a tengerről, amely a legmélyén mozdulatlan. És ebből, ahogy jössz följebb alakulnak ki az áramlatok, a nagy hullámok, a kis hullámok, a hullámtaréjak és azok a cseppek, amiknek néha hisszük magunkat, és néha borzasztóan meg vagyunk döbben, vagy mennyire elszigeteltnek, vagy magányosnak tűnünk. Engedni kéne, hogy visszatérj az óceánba. Engedni kéne, hogy az egoitás feladja a saját görcseit. Engedni kéne, hogy a lélek aktiválja a saját öntisztító képességét. Ha ezt hagyod, akkor meggyógyulsz. Ha ezt a másikban segíted, úgyhogy az akadályait eltávoztatod, hogy az akadályait segítesz neki megszüntetni azáltal, hogy az autonómiáját fölébreszted, akkor segítesz neki is az egyévállásban. Minden lélek a boldogságra, a szeretetre vágyik. Még akkor is, hogyha a karmája néha ellenkező irányba viszi. Éppen ezért a buddha természetünknek egy spontán funkciója a lélek öntisztulása a tudatosság felébresztése által, az éberség gyakorlása által, a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat gyakorlása által. De ha ezt nem gyakorlod valamilyen formában, akkor a lélek nem fogja aktiválni a saját öntisztító képességét, és így a test nem fogja aktiválni a saját öngyógyító képességét sem hatalmas felelősség, tehát belenyúlni valakinek a karmájába, legyen az fizikai vagy mentális. Egyrészt azért, mert hogyha te nem vagy tiszta és koszos kézzel nyúlsz egy sebb, akkor az elfertőződik. Lelkileg is, testileg is. A másik pedig, hogy azt az autonómiát, amely önvalónk tapasztalásából származik, nem lehet semmilyen gyógyító folyamatból végső soron kivenni. Igen, van tüneti kezelés, van részleges gyógyulás, van olyan, amikor lejár az az energiállapot két hét, egy hónap után, amit előidéztél, vagy segítettél benne, és utána megint kialakulnak új tünetek. De addig, amíg a paciensnek nem adod vissza azt, ami eredetileg az övé volt, csak elfeledkezett róla, addig a gyógyulás folyamata nem lesz teljes, úgy, hogy tudod, hogy a test mulandó. Tudod, hogy feltétel lesz kötött. Tudod, hogy tökéletlen. És fizikai szinten nincs olyan, hogy az élettől és a haláltól megszabadulsz. Ezért kell nagyon jól látni az alapokat, a tudat és a karma összefüggését, és ezek után látnod kell, hogy te hol vagy az úton. Mi az, amit a körből neked most teljesítened kell azért, hogy egy tisztább, együttérzőbb, bölcsebb emberré lehess. Ekkor vagy egészséges ekkor tudod a környezetedet is egészségesebbé tenni. Már csak a jelenléteddel, már csak a kisugázásoddal. Bevezető ennyit szerettem volna mondani, és most tiszteltel várom a kérdéseiteket. Köszönöm a lehetőséget. A kérdésem az lenne, hogy mi az elkülönülés eredeti jóka? Tehát mi, miért lesz a tenger, miért válik cseppek ki? Az az eredet, ez a pillanat. És hogyha ebben a pillanatban te egyévász és feladod az egoitás falát, akkor a korlátaitól megszabadulsz, de a határaidat jól fogod tudni. A karma relativitásának teremtett voltának a belátása a tiszta tudat tükrében ez a kulcs. És ha ezt kellőképpen gyakorlod, akkor elérkezik az egyévállás pillanata, amikor visszatér a csepp az óceánba. Az óceánnál válik, de a cseppségét nem veszíti el. Hogyan tudom felismerni, hogyha hamis tanítást kapok, illetve hogyha a tanítás maga nem hamis, de nem nekem szól? Maradjunk az elsőnél. Túl könnyű, rövid távú eredményeket hoz, hosszú távon nyomorúságot, szenvedést. Nagyon fontos megpillantani, hogy kivé válsz a tanítás gyakorlása által. Nagyon fontos meglátni, hogy mi vár az akadály túloldalán. Ha túl nehéz, és semmi nem vár a túloldalán, akkor látod azt, hogy ez egy hiába való erőfeszítés. Viszont, hogyha azzá válsz ezáltal, akivé lenni szeretnél, akkor mégiscsak érdemes menni az úton. Három nagyon fontos alkotó eleme van az útnak, ezt hívják menedéknek. A tanító, a tanítás és a tanítványi közösség, a butha, a dharma és a szanga. Senki nem haladt az úton érdemben ezek nélkül. A legnagyobbaknak is volt tanítója és lett utódja. Ez azért fontos, mert a hagyomány átadása, megkapása és fenntartása ugyanazzal az eszközrendszerrel hiteles. Tehát ha te megkapsz egy hagyományt, mert gyakorlod, fenntartod a gyakorlatodat, és utána eljutsz abba a helyzetbe, hogy te azt továbbad, itt az eszközrendszernek egy nagy dobozban kell lennie. Össze kell függenie, egy nagy rendszert kell alkotnia. És ekkor érezheted azt, hogy valami hiteleset gyakorolsz, és még az irányvétele így sem biztos. Az irányvétel mindig rajtad múlik. Tehát a hagyomány is üresség természetű, ezért mondja a régi Tang Dynasty beli tanítás, ha egy kígyó issza meg a vizet, méreggé változik. Ha egy tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz. Honnan tudom, hogy az adott pillanatban belenyúlok éppen valaki karmájába, vagy ő az enyémbe, hiszen minden interakció egy pici hatás és átalakítás is egyben, úgy gondolom csak is éberséged és tiszta tudatod mértékében tudsz erről ebben a pillanatban. Ha pedig nem látsz jól, akkor a következmények síkján rövid és hosszú távon visszacsap az a karma, amit akkor és ott nem láttál meg, de meg kellett volna. Köszönöm. Szívesen. Hogyan lehetséges az, hogy valaki úgy akar engem gyógyítani, hogy én erre nem adtam felhatalmazást? Mi történik ilyenkor? Ilyenkor egy sajnálatos energiakonfliktus van, valaki jön feléd gyógyító szándékkal, és hogyha te erre nem adtál felhatalmazást, akkor az énségnek a fala ott van. És ilyenkor dupla akadály van. Egyrészt van az a tünetcsoport, amit nevezzünk betegségnek, másrészt ott van a te ellenállásod a másik személlyel szemben. És ilyenkor, hogyha a gyógyító tényleg képzett, akkor ezt ő megérzi és magában ész, hogy hol van az akadály. És ha megtalálja felhatalmazás hiányát, akkor visszalép, és megkérdezi. És hogyha nem, akkor viszont marad az energiakonfliktus egész addig, amíg az energiaszint le nem csökken, hiszen egy konfliktus mindig energiazabáló, ezért nem szeretjük. Ha egy bizonyos szint alá csökken az energia, akkor újra tisztán fognak látni, de már sokkal gyengébben. Ha a paciens érzi ezt meg, akkor viszont azonnyomban kell mondani, hogy nem adtam erre felhatalmazást jó szándékod ellenére sem. És hogyha én erről nem tudok, és ez csak utólag derül ki, hogy én például rosszabbul lettem egy ilyen bevatkozás hatására, akkor hogyan tudom ezt kivédeni, úgyhogy nem tudok arról, hogy valaki esetleg szimbólumokat használ. Ilyenkor a saját tudatodnak az ereje, a karmádnak az átlátása az egyetlen járható út, ugyanis a másik félben hiába van távol, nem bízhatsz meg. És ez a bizalomhiány, ez borzasztó. Ezt áthidalni az egyik legnagyobb munka. És onnantól kezdve, hogy te letisztultál és megerősödtél, rájössz arra, hogy az utadnak ez egy olyan fázisa volt, amely fölébresztett, megerősített, de ezt te nem fogod ismételni és innentől keze vagy szabad. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy, hogy lehet úgy egyszerre párhuzamosan testlérek szellem szinten a teljességre törekedni úgy, hogy ne billenjen el egyik sem túlzottan, tehát harmóniában maradjon, és ne legyen az, hogy, hogy vagy nagyon szellemi, vagy nagyon fizika irányt vesz, ez az egyébként párhuzamos munka. Olyan nincs, hogy nem billen el. Azért indul a tréning, mert valami már elbillent. Mert kibillentünk fizikailag, vagy lelkileg, vagy szellemileg. Tehát ne hidd azt, hogy a szamszárikus létnek a körforgásában tartós harmónia lesz. Nem lesz. És a konfliktusokat ugyanúgy el kell tudni vállalni, mint amire szeretjük a harmonikus, szeretetteli, gyönyörűséges, szeretett kapcsolatokat. Igen, mivel fizetsz érte? Milyen karmát teszel le érte? Mit áldozol föl magadból érte? Tehát a harmónia és a diszharmónia közötti időszakok, na, ezek azok, amik definiálnak minket. Mennyi az, amit boldogságban, szeretetben, harmóniában töltünk, és mennyi az, amit konfliktusban, veszekedve, harcolva, és a többi. Ezek váltják egymást. De hogy milyen időköz van, melyik hosszabb, melyik rövidebb, na ez nem mindegy, és ezért kell a tréning. De a tréning önmagában nem nirvána, akit valóban gyakorol, az pontosan tudja, hogy az elején rosszabb, nehezebb. Kijönnek a házi feladatok, a tudattalan karmák. És ahogy ülsz, ha meg akarsz szakadni, és azt kívánod, hogy bárcsak ne léptél volna be a darmaterembe, hogy soha nem antráztál volna, hogy soha ne tetted volna fel azt a kérdést, és aki neked a butháról, a darmáról és a szangáról egyetlen szót is szólt, az úgy menjen el arra a bal fenékre, hogy soha többet ne lásd. Ilyen van. Ha ezen nem menték keresztül, akkor még nem gyakoroltál. Itt van egy-két időt zen gyakorló, 90 naposokat túlélt, és azt hiszem, hogy most már integrálták a tapasztalatot, de ez eléggé necces volt, amíg ezt tartott. A tréning nem habos torta. Ahogy ezt szoktuk mondani, a zen hullámvas nincsen fék. Ha jól csinálod, előbb-utóbb egy kiterjesztett hullámhoz lesz a birtokodban. Nem csak magadat látod és érzed, mást is. Nem csak az emberi és az állati birodalmat látod, mást is. De ennek úgy van ára, hogy te a korábbi komfortzónádat el kell, hogy hagyd. És ekkor leszel más, mint addig. Előtte nem. Úgyhogy a tréning, a szellemi gyakorlat, a nagy út, nagy úval, az neked nem azt hozza, amit az elején vársz, bizony nem. Sőt, akkor indultál el igazán, amikor ezeket az elvárásokat a nyers és durva realitás fényében te föl tudod adni. Amennyiben te megláttad magadban azt, hogy mekkora a házi feladat, annyiban tudod az út valóságát elfogadni. Jó. Szívesen.